Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Mind a világgazdaság, mind a világpolitika tekintetében. Ezek a változások sok teendőt okoznak nekünk itt a Közép- és Kelet-Európában. A Közép- és Kelet-Európai országok kormányainak folyamatosan kell újabb és újabb döntéseket hozniuk annak érdekében, hogy ezen változásoknak ne az elszenvedői, hanem a nyertesei legyünk. És ez az időszak, amikor eldől, hogy ezeknek a gyors és alapvető változásoknak kik lesznek a győztesei, kik pedig a vesztesei. 我相信匈牙利政府发挥了重要的作用，他们对联谊系联合中东欧其他国家来参与这个机制的工作做了大量的富有成效的工作。而匈牙利本身具有非常丰富的旅游资源，包括人文资源和自然资源。我相信他们的工作做了以后，会吸引大量的中国游客到匈牙利来，再到中东欧来。 A következő évben nagyon sok munka vár ránk. Azokat a kapcsolati területeket, amiket megnevezett, marketing együttműködések, 16 ország és Kína közötti kulturális kapcsolatoknak az enyhítését és ezenek a javítását, a vízumkérdést, rengeteg olyan szakmai kérdés van, amin nagyon hosszasan kell dolgozni, nem csak az állami szervezeteknek, minisztériumoknak, hanem a kínai utaztatási üzletágban résztvevő, mint közép-kelet-európai, mint kínai üzleteknek. Nagyon fontosak azok a platformok, azok az információk, a kínai utazási szokások, információknak az összegyűjtése, olyan különböző workshopok, rendezvényeknek a szervezését tervezünk, amikor is a kínai és a közép-kelet-európai utaztatók tudnak egymással találkozni. Ezt ne felejtsük el, ha például egy magyar beutaztató iroda vagyok, nem csak egy magyar szolgáltatásokat kell tudni eladni, hanem egy közép-európai teljes komplett túrákat.